Az idei feladatokról egyeztetett a VOSZ Zalai szervezete. A szeretet követei. Schmidt Bária előadása a Mincentineumban. Szakmai túra. Borút az öreg hegyen. Ez az Alágerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Gyuk Alexandra vagyok. 2023. március 29-e szerda van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Fórumot szervezett a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Zalai Szervezete. A rendezvényen beszámoltak a következő öt év stratégiájáról és cselekvési programjáról, a helyi érdekképviselet pedig a tavaly végzett munkáról tájékoztatott. Eredményes évet zárt 2022-ben a VOSZ Zalavár megyei szervezete. Szakmai rendezvényeik témáját elsősorban a gazdaság, a turizmus és a vendéglátás határozta meg. Az elmúlt évben Hagyományteremtő szándékkal a nagy közönség segítségét kérték a Prima jelöltek kiválasztásában. Emellett vállalkozói konzultációkat és a kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében térségi kerekasztalokat szerveztek. A kerekasztalokat folytatjuk tovább. Nagyon fontos a kommunikáció, az aktív kommunikáció, az interaktív kommunikáció a tagságunkkal, tehát nem csak az egyoldalú párbeszéd és ennek kapcsán a vállalkozás fejlesztése kerül a legfőképpen a fókuszba. Itt egy Vosszironda megnyitását tervezzük Zalaegerszegen, amelynek a fő tevékenysége a vállalkozások fejlesztésében való részvétel, információval, segítséggel való ellátása a, a tagoknak. A Szövetség országos elnöke a következő időszak célkitűzéseiről és terveiről számolt be ez szerint küldetésüknek tekintik a magyar vállalkozások és munkaadók tevékenységének illetve hosszú távú sikeres működésének támogatását és elősegítését Az eseményen részt vett Sifter Rózsa, aki a világgazdaság sérülékenységéről és annak érezhető hatásairól beszélt. A főispán elmondta, a kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a hazai vállalkozások segítésére. Szennyvízcsatorna rekonstrukció kezdődött Zalaegerszegen az Arany János, Jókai Mór és Mikes Kelemen utcák által határolt területen, itt félpályás út kell számítani. A munkálatok várhatóan június 15-ig tartanak, tájékoztatott az Zalavíz ZRT. A kivitelezés idejére türelmet és megértést kérnek a közlekedőktől. A szeretett Követei címmel tartott előadást Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója a Mincentineumban. Az eseményt a névadó születésnapjához kapcsolódva szervezték. A rendezvényen Balait Zoltán polgármester és Vig országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Mindketten hangsúlyozták, a látogató központ az átadástól kezdve erősítette a lokálpatrióta tudatot, s hozzájárult a hercegprímás emlékének megőrzéséhez. A nyitás óta a munkatársak is ezen munkálkodtak, és innen jött az ötlet, hogy márciusban a bíboros életének különböző periódusaival foglalkozzanak. Mint József születésnapja miatt lett az idei hónapnak a mottója az, hogy ünneplés hónapja, és ennek mondhatom, hogy ez egyik legszebb része a ma este. És Mária már a főigazgató asszony megnézte a kiállításunkat, és most pedig egy előadást fog tartani a kedves közönségünknek, és ahogy látjuk, nagyon nagy az érdeklődés, úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg váratlan élmény lesz. A Széchenyi Díjas történész mondandója kezdetén a kom kommunizmus jellemzőit vázolta. Kitért arra, hogy ennek az eszmének a jegyében hogyan indítottak támadást az egyházak és a vallás ellen. A fokozatosan kiépített rezsim egyik áldozata, mint Szenti József lett, akinek helytállása már saját korában is sokaknak mintát adott. <tosz> nem csak Magyarországnak és minden magyar embernek, de az egész katolikus világnak, sőt az egész nyugati civilizációnak az egyik legfontosabb példaképe, és a 20. század egyik legfontosabb személyisége, és minél többször gondoljuk végig azt a szerepet, amit ő játszott a 20. századnak a második felébe, annál büszkébbek lehetünk rá, és annál nagyobb szeretettel gondolunk arra a küldetésre és arra az áldozatra, amit ő a magyar nemzetnek adott. Zalaegerszegen a jövőben is lehet hasonló programokra számítani. Ezekről a tagintézmény honlapján és közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Március az ünneplés hónapja a Mincentineumban, ahol ebből az alkalomból tartalmas programokat kínáltak a látogatóknak. Mincenti József Magyarország utolsó herceg primása a március 29-én látta meg a napvilágot, ma erről emlékeztek. A születésnap alkalmából különleges tárlatvezetéssel készültek az intézményben. Rendhagyó módon a tavalyi Mincentiről szóló verseny két győztese vezette körbe a diáktársakat a bíboros életét felvonultató tárlaton. Mivel végzősök vagyunk, ezért a tanórákon kívül és tanórák mellett is foglalkoztunk már napi szinten. Volt olyan, hogy nulladikra jártunk be, vagy utolsó órákban maradtunk még a mincent is dolgokat átbeszélni. Hál' Isten a hittan tanárunk, aki a felkészítő tanár volt, nagyon sok forrást tudott nekünk ezért adni mert nagyon jól ismeri Mincentit. Az emlékezés kapcsán együttműködési megállapodás is született. Az a Legerszegi Mincentineum intézményvezetője, valamint Csehi Mincent polgármestere kötött szerződést. A Herceg Prímás ugyanis a Vasvár megyei kistelepülés szülötte, ahol 2015 óta működtetnek emlékházat. Egy egész életutat tudunk bemutatni. Schmidt már és Tallé Gábor koncepciója koncepció alapján készült a, a, kiállítás, és ezt egészítettük ki mi a gazdasági épület felújítása révén, a mi szerény kiállításunkkal, amit úgy e, családtól szedtünk össze, ugyanis én a Bivalos húgának az unokája vagyok, tehát tulajdonképpen azért családon belül is voltak relikviák, amik e, most itt jó szolgálatot tesznek a múzeumnál. A mindössze 370 57 lelket számláló falu hülyen őrzi Mincenti emlékét. Így nem volt kérdés az aláegerszegi látogatóközpont számára, hogy együttműködik a Mincenti életének egyik legfontosabb korszakát őrző községgel. Nagyon szép a, a szülőház, tehát mindenkinek ajánlom, hogy aki nem látogatott el, az feltétlenül kezdje ott a túrát. És ha sorrendbe kéne állítanom, akkor azt mondom, hogy a cseh Mincenti Szülőház az első, ahol megismerkedünk a családi körülményekkel. Ott is meg lehet ismerni Szent József éret, úgy de utána nálunk ezt egy kicsit bővebb tartalommal lehet folytatni. A megállapodás szerint a csehi Mincenti lakosok, valamint az itt tanuló általános iskolások kedvezményesen meglátogathatják a Zalaegerszegi kiállítást. Közszolgálati ügyintéző képzésben résztvevő hallgatókat fogadott Sifter Rózsa főispán a Zalavár megyei kormányhivatalban. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondi Vilmos Technikum diákjai megismerkedhettek az épülettel, majd a hivatal működésével. Ezt követően rövid beszélgetésre fogadta őket Varga Andrea főigazgató. Borutat szerveztek a besenyői polgárőrök az Öreghegyen, ahol 25 pincét látogattak meg. A házigazdák terített asztallal várták, és a hegyhát finom boraival kínálták a vendégeket. A rendezvényre Struber László plébános is megérkezett, aki megáldotta a szőlőt, illetve a várható termést. A birtok sok munkával jár, most a legfontosabb feladata a szőlőmetszés. A hagyományos eljárást nyári pál mutatta meg a gazdáknak mindenki másképp csinálja, de mindenki jól csinálja, ez a közmondás. Ugye? Hát, van, aki ifjítja, ugye szelveszőzi, van, aki csapmetszést csinál, de sokat teremjen mindig az a lényeg. De van, aki meg azt mondja, hogy keveset teremjen, és jó minőség. Hát ezen a hegyháton ugye már évek óta itt vagyunk, de a 20 év alatt körülbelül nagyon sokat változott a metsz meg a borok. A munkát ezúttal hamar félbe hagyták, mivel ez a nap a pihenésről, a szórakozásról és a jókedvről szólt. Ez egy tavasz köszöntő rendező, ilyenkor, amikor a szőlőmetszés folyik, és aznak vége, tehát ez egy ilyen a következő évi bortermésnek a megáldása, hogy jobb legyen a termés. A közösségi programot hetedik alkalommal szervezték meg. A tapasztalatok szerint a túrához egyre többen csatlakoznak. A hegyi jellege a mai napnak akkor úgy érvényesül, hogy megkóstoljuk egymás termését, és dicsérjük, és bíráljuk is természetesen azokat a borokat, amelyeket a poharunkba töltenek a gazdák, hiszen mindenki rendelkezik egy nyakbalkasztós pohárral. Az Egyesület a település részen az őrzés mellett a környezetvédelmi feladatokat is ellátja. A békakerítés építését nemrég fejezték be. A találkozón a rájuk váró további teendőket is megbeszélték, majd folytatták útjukat. A vidám csapatot ugyanis még sok portán várták. vagy, macska. Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot a Windor Design KFT. A felhívással az a legerszegi általános iskolák alsósait szólították meg a beérkezett művekből a Hevesi Sándor színházban nyílt kiállítás. A 20 esztendős múltal büszkélkedő vállalkozás az eseményt idei jubileumához kapcsolta. A kiírást a profiljukhoz igazították, mivel az ebek az ajtóknál, a cicák az ablakokban szeretnek őrködni vagy heverészni. Ezért arra kérték a kisdiákokat, hogy mutassák meg álmaik házi kedvencét. Több mint 650 pályamű érkezett be, erre mi sem számítottunk. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolások alsó tagozatosai közül szinte minden harmadik diák ecsetet, illetve tollat vagy ceruzát fogott. Éppen ezért az eredetileg tervezett 40 pályaműt, amit kiválasztottunk, hogy kiállításra került a Hevesi Sándor színházba, megdupláztuk és 80 pályaművet állítottunk ki, amelyekből majd a... Szakmai zsűri fogja kiválasztani az első három helyezettet kategóriánként. A kezdeményezéshez Balait Zoltán polgármester gratulált a KFT vezetésének. Mint mondta, az elmúlt időszakban a társadalmi felelősségvállalást példázták azzal, ahogy egészségügyi, sport és kulturális kezdeményezéseket, illetve programokat támogattak. Farkas Ferenc munkácsi díjas szobrászművész a gyermekek munkáit méltatta olyan hihetetlen őszintességgel, természetességgel nyúlnak a témákhoz. Ugye itt a, a tematika, a meghatározott a, a kutya és macska, de ahogy én láttam, nagyon sokan kibékítették ezt a látszólag ellentmondásosnak tűnő dolgot, együtt szerepelnek ezek a dolgok, vagy állatok a, a rajzokon. Hihetetlen változatos technikával, ugye, amit a egy gyerek tud használni a diszpesménytől, a filztólik, szén, grafit, színes ceruzától elkezdve. A kiállított alkotásokat, melyeket zsűri értékelés jutalmaz, április 21-ig lehet megtekinteni. A közönségdíjra pedig a Vindor honlapján szavazhatnak április 16-án éjfélig. A díját a a tárlat zárónapján a Hevesi Sándor Színházban rendezik. véget ért az OB3-as felnőtt jégkorunk bajnokság az egerszegi titánok csapatának. Az alapszakaszban remekül teljesítő egerszegiek az elődöntőben szoros csatában maradtak alul a DVTK jegesmedvék csapata ellen, így a bronzéremért folytathatták a küzdelmeket. Az ellenfél az elmúlt szezonokban is mumusnak számító székes fehérvári hevület volt. Az első összecsapást Zalaegerszegen rendezték, ahol egy remek hangulatú, kiélezett csatát vívtak a felek. A második mérkőzésen a fehérváriak domináltak, és az első két harmadban eldöntötték a mérkőzést. Győzelmével a hevület szerezte meg a bronzérmet, az egerszegi titánoknak be kellett térniük a negyedik helyjel. A végeredmény hevület egerszegi titánok 11-3. In the Water címmel szakmai előadást tartanak március 30-án a Pannon Egyetem Zalaegerszegi központjában. A Gaspari Csúti Kampuszon 17 órakor kezdődő program a helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen című projekt részeként valósul meg. Az eseményen sárkányhajó évadnyitó, a sárkányhajózás jelenez Zalaegerszegen címmel előadást tart Várnai Tibor, majd Vajda Attila olimpiai bajnok Kenus tart élménybeszámolót, az ingyenes programot út a bajnokká váláshoz címmel kérdez felelek szárja. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Fórum. Az idei feladatokról egyeztetett a VOSZ Zalai szervezete. A szeretet követei. Schmidt Bária előadása a Vincentineumban. Szakmai túra. Borút az öreg ez volt az Alegerszegi Televízió híradója 2023. március 29-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!